A magyar női kézilabda válogatott háromszor lépett pályára a szombathelyi Provident kupán. Hajdú János együttese a horvátokat 32-26-ra legyőzte, a norvégokkal 28-28-as döntetlent játszott, még a braziloktól 28-26-ra kikapott. A gárda így összesen 3 pontot gyűjtött, amivel a második helyen végzett. Jobb lett volna nyerni, jobban szerettünk volna, de nem baj, mert igazából úgy gondolom, hogy ez fogja szolgálni a mi felkészülésünket. Nem az, hogyha mi most agyonverünk mindenkit, és a VB-n pedig majd kapunk egy pofont. Inkább most jöjjenek a pofonok, most fogjuk kijavítani a hibáinkat, és kint már sokkal jobbak leszünk. A szombathelyi tornán a magyar válogatott támadásban sok szép dolgot mutatott, de a meccsenként kapott 27-28 gól soknak tűnik. A decemberi szerbiai világbajnokság kezdeteig azt mindenképpen csökkenteni kell. 60%-ban elégedett vagyok, 40%-ban nem. Ami szerencse a szerencsétlenségben, hogy a védekezés az, amit azért össze lehet tenni, viszonylag rövidebb idő alatt, nekünk még van 8 napunk. 8 nap alatt kell azokat a védekezési kapcsolatokat összetenni, ami 6-8 gól elkerülését lehetővé teszi majd meccsenként. Az Aréna Szaváriában rendezett tornát végül pontveszteség nélkül Brazília nyerte, a második helyen a magyarok zártak, még a harmadikon a horvátok. A csupán egy pontot gyűjtő norvégok lettek az utolsók.